Pap Gergelyt kérdezném az elkészült autóról. Először is légy szíves, mesélj nekem arról, hogy mik ennek az autónak a paraméterei. Az autó egy Suzuki Swift, mint ami látszik. Teljesen saját építésű, saját tervezésű autó. Rallycross Super 1600-as kategóriára építettük. Ebből adódóan 1600 köbcenti az autó, 1000 kiló velem együtt, mert ez a szabály és a sikerült is elérnünk. 200 lóerő fölött van a teljesítménye, és 180-190 newton közt van a nyomatéka. Mennyi idő betelt, amíg ez az autó összeállt? Abban az állapotban, hogyan most itt látjuk a hátam mögött? Elég sokáig tartott, mert az apró részletekre nagyon sokat koncentráltunk, meg nagyon sok mindennel foglalkoztunk az autóépítési mellett, mert több autónk ment a rallycross szakákba idén, ezért mindig az enyém lett félretéve. Most, hogy vége van, ezért tudtunk hirtelen megérkezni ide. Nagyon sok időben, nagyon sok munkában van az autó, ezt viszont bizton állíthatom. Végre van hajtva az autón az első teszt. Mik a tapasztalatok? Mesélj egy kicsit. Ez teljesen egy beta teszt volt, tehát egyáltalán azt próbáltuk most ki, hogy minden működik-e mindennel. Tehát nem az volt a lényeg, hogy köridőket faragjunk. Nekem nagyon tetszik. Rengeteg apró dolgot kell állítanunk rajta, ami a rámszabás igazándiból, de a teljesítmény, a kanyarból kigyorsítás, a fék, tehát minden egyedi. Tehát most lett kipróbálva, és nekem tetszik. Én úgy gondolom, hogy autózható lesz, az autó gyors. Gyors és abszolút stabil. Tehát még lehet, hogy lehet úgy állítani a beállításokon, hogy még kicsit agresszívebben forduljon, mert elbírná. Tehát tolerálja az autó, nagyon jó. Tervezel még tesztet az idei évre? Ez egy jó kérdés, ezt az időjárás fogja meghatározni. Valószínűleg amatőr versenyeken fogok indulni a télen csak a mozgás miatt. Szerintem inkább tavaszra tesszük ezt, tehát amikor már úgy tudunk rallycross pályán tesztelni. Lemenni Nyirádra, esetleg a Rabócsilingre, és akkor ott hozzáállítani az autóhoz, de végül is még lehet. Az autó jelenleg csak aszfalton futott most, nem is mentél rá a Murvára, ez kímélés szempontjából volt, vagy tényleg egyedülre csak azért, hogy az első körök meglegyenek? Azért nem mentem rá a Murvára, nemes egyszerűséggel, mert nem engedtek fel. Tehát Kakucson nem lehet felmenni a Murvára semmikor, tehát akkor sem, hogyha rallycross tesztre érkezel. Viszont próbáltuk a beállításokat már most olyan irányba elvinni, hogy nem aszfaltra lettek beállítva a gátlók. Tehát én most egy nagyon puha futómbeállítással mentem, ami elvileg már Murvára lenne lőve, ott kell még egy picit finomítanunk rajta. Nem okozott ez hátrányt, mert nem akartam azt, hogy beállítom most tökéletes az autót aszfalton, és rallycross pályán meg nem lehet vele menni, úgyhogy eleve egy puhából indultunk el, és inkább dőlöngéljen, de így is nagyon jó volt. Lehet azt mondani erre az autóra, hogy ez az elkészített autóknak az összegyúrt változata a saját szájízet szerint? Igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát az eddigi tapasztalatok lettek beletéve, azok az apró, másoknak nem fontos dolgok, amik nekem fontosak, hogy mi hogy álljon, meg mitől, ez mind bele van építve. A motor teljesen más tervezésű, mint egy gyári Super 1600, mert mi inkább a rajtra, a kigyorsításokra terveztük ezt a motort, és nem a nagyon-nagyon nagy végteljesítményre. Bár így is elég jó lett a végteljesítmény, abszolút használható. Tehát bele tudok váltani kanyarba. A kanyar kigyorsítások nagyon jók lettek, és a rallycrossnak ez a lényege. Elég sok versenyzőtársad érkezett ki a tesztre, és nézte ő is az autót, illetve volt, jó páran ültünk is melletted. Miket mondtak az autókról, hogy lettek? Ez jó, hogy ők kijöttek, én nagyon örültem neki. Ugye öcsém ment az Ignis-szel rallycrossba idén leggyorsabb versenyzői címet szerezett, az is a saját építési autó volt, az a Viktorra lett faragva. Majerszky Gyubi autóját, azt a kezdetektől fogva mi találtuk ki, mi építjük, az is egy teljesen házi építési autó. Az ő véleményére viszont abszolút kíváncsi voltam, hiszen ő magyar bajnok lett idén, meg zóna második, tehát az ő véleményére lehet adni. A harmadik úriember, Blaskovics Tamás, pedig szintén Suzuki-val versenyzik, egy pályára épített piros Super 1600-al, amit szintén mi építettünk. Az ő véleménye szintén fontos számomra. Nagyon örülök, hogy beültek, mindenki elmondta a véleményét, adtak jó ötleteket, hogy milyen irányba kellene még elmozdulni, és ezt meg is fogjuk tenni. Láttam, hogy itt a szünetben nekiálltál számolni, és mondtad, hogy fékcsere, stb. Beállítások, van egy-két dolog, ami irányba szeretnéd elvinni az autót. Ezek mikorra valósulhatnak meg? Ezek folyamatában, tehát most már erre koncentrálunk abszolút. Ezért kezdtük el ennyire nagyon-nagyon korán ezt a tesztelést, ugye hát még most végződött a szezon, hogy tavaszra mi az első versenyre, ha sikerül oda eljutnunk, akkor úgy érjünk oda, hogy én versenyezni jöttem. Én nem tesztelni akarok, én egy kész, beállított, beautózott autóval szeretnék menni, hogy a többiekkel partiba tudjak lenni. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen meg fog valósulni. Tervek szerint melyik lehet ez az első futam? Hát kedvem szerint én Mária Pócs első futamon szeretnék menni, de ez egyáltalán nem biztos, mert a második gyermekem születése oda van nagyjából időzítve. Ez elég necces.
de igazándiból a jövő évi szezont azt nem látjuk magunk alatt egyáltalán, de a magyar Európa bajnokságon viszont teljes harckészültségbe szeretnénk odállni egy nagyon-nagyon jó autóval. Nagyon szépen köszönöm, akkor sok kellemes időtöltést kívánok ahhoz, hogy az autót beállítsátok és tovább reszeljétek, és akkor találkozunk a következő teszten. Köszönöm szépen!